Az előadásom címe is mutatja, szeretném néhány képkockában és mondatban önöknek bemutatni a tanárképzést a Szegedi Egyetemen. Először is az irányba próbálok néhány buzdító szót elmondani, hogy miért is jelentkezzenek tanárnak. Tehát miért van értelme Magyarországon ebben az időszakban még mindig tanárnak jelentkezni. Aztán, hogy miért pont a Szegedi Egyetemet válasszák, és utána kicsit a tanárképzés szerkezetéről meg a felvételiről is fogok néhány mondatot mondani. Miért választuk a tanári pályát? Hát, hogy annyi mindent lehet hallani, látni különböző tévéműsorokban, hogy hát mennyi problémával küzd Magyarországon a, a közoktatás vagy a köznevelés, és hogy mennyire agyon terheltek a pedagógusok, hogy ebben a kontextusban néha egy kicsit nehéz azt mondani, hogy de hát jöjjenek, jöjjenek és legyenek tanárok. Mégis azt mondom, hogy ha valaki úgy dönt, hogy tanár akar lenni, az ezt nem kell, hogy megbánja, és én úgy érzem, hogy nem is fogja megbánni. Egész egyszerűen ma olyan szintű a tanárhiány Magyarországon, hogy egyrésztről amiatt, hogy ha valaki tanárnak jelentkezik, akkor egész biztosan fog utána munkát találni magának. Még még nagyon könnyen, hiszen Ugye azt mondják, hogy nagyjából jelen pillanatban is közel 4000 tanár hiányzik a közoktatásból, de ez fokozódni fog, mert hogy a tanároknak az úgynevezett korfája nagyon rossz. Tehát nagyon sok az idős, a nyugdíjhoz viszonylag közel álló, tehát mire önök végeznek, még, még rosszabb lesz a helyzet, hogy így mondjam, tehát még jobban válogathatnak a helyek között, és azért ez nem mindegy akkor, hogyha el kell helyezkedni. De nem csak ezért, Gondolom, hogy ez azért egy jó választás, bár, bár nyilván az ember, mivel pénzből élhet, nem szeretne munkanélküli lenni utána, hogyha, ha végez. De eleve egy tanári szakma, úgy gondolom, köztük akár például a bölcsész tanári szakmák is, sokszor úgy, úgy elintézik egy kézegyintéssel, hogy bölcsész, hát ez egy ilyen hitványképzés nem ér semmit. Én magam is bölcsész vagyok, a magyar nyelvészeti Tanszéket vezetem egyéb iránt. És azt látjuk nagyon régóta, hogy a bölcsész, pályák, köztük a tanári pálya is, hiszen ez is végül is egy bölcsészpálya, nagyon jól konvertálható. Tehát attól, hogy valakinek tanári diplomája van, mégiscsak van egy bölcsész, vagy egy ttik ás alapképzettsége, tehát utólag, később lehet belőle akár kutató is, akár fizikus is, csak akkor módosít majd ezen valamit. De ha a tanár, mondjuk egy magyar szakos tanár, vagy egy szakos tanár el tud helyezkedni a médiában is valahol, hiszen csak annyi nagy rész, annyi különbség van csak a kétféle képzés között, hogy a tanárok azok tanulnak ilyen pedagógiai tárgyakat, és jöjjenek nyugodtan, itt még oldalt van egy csomó hely. Tehát, hogy, hogy ezek között igazából mondjuk egy egy alapszakos bölcsész és egy tanár az első három évben elég sok minden fedésben van a, a, a két képzés. Tehát, hogyha egy alapszakos bölcsész el tud helyezkedni, már pedig azt látjuk, hogy azok is simán el tudnak helyezkedni, még sokkal inkább a tanár, mert több bölcsészként is el tud, meg még bármikor elmehet egy, egy köznevelési intézménybe tanárnak. De miért jó még tanárnak lenni? Én jövőre betöltöm a 60. évemet, de mindig azt érzem, hogy, hogy, az, hogy fiatalok között dolgozhatom, az embert magát is fiatalon tartja. Tehát lehet, hogy persze néha idegbajt hoznak a tanulók a tanárokra, de azért összességében mégiscsak fiatalok tartják őket. Tehát sokkal rosszabb egy olyan öregedő kollektívába dolgozni valahol ilyen 60 éves mérnökök között, mint hogy bemenni egy osztályba és ott fiatalokkal azoknak órát tartani, látni a csillogó szemüket, még akkor is, hogyha ez a csillogó szem néha nem annyira csillog. De, hogyha ügyesen csináljuk a dolgunkat, és megkedvelik azt a tárgyat, higgyék el, hogy csillogni fog, mert akkor, akkor motivációt kapnak hozzá a diákok, és akkor, akkor tanulni fognak, és annál jobb érzés nincs, mikor az ember azt érzi, hogy végre elkapták a fonalat. De miért jó még a tanári szakot választani? Hát egész egyszerűen hallgatóként is jobb, mert ez az egyetlen olyan irány ma, ahol hallgatóként, akár szülői segítség nélkül is minden további nélkül el lehet végezni a, az egyetemet. Egyrésztről szemben nagyon sok szakkal, mondjuk egy média szakkal, vagy egy pszichológia szakkal, vagy egy jogász szakkal, ahol a belépésnek a feltétele igen magas pontszám, és ezért csak egy nagyon szűk elit tud bejutni állami finanszírozásba, és a többieknek tandíjat kell fizetni, addig ez a tanárszakokon nem nagyon fordul elő, hiszen itt gyakorlatilag annak kell tandíjat fizetni, aki már elvégzett egy valamilyen képzést, és nem maradt elég finanszírozott fél éve. De itt olyan sok az államilag finanszírozott hely pont abból fakadóan, amit mondtam, hogy hát ugye kevés a tanár, ezért az államnak támogatnia kell a tanárképzést, hogy eleve biztosan be tudnak lépni egy finanszírozott képzésbe, és 12 vagy akár 14 fél éven keresztül jár önöknek az állami finanszírozás feltéve természetesen, hogyha legalábbis azt a minimum kreditszámot megszerzik, ami előírás, hogy nagyjából a megszerzendő krediteknek a kicsivel több, mint a felét egy év alatt megszerzik, akkor ugye nem lehet, hogy kisoroljanak valakit és mégis fizetősé váljon. De onnan is vissza lehet egyébként kerülni. Tehát ha valakinek van egyszer egy rosszabb éve, még akkor se jelenti azt, hogy most már örökre költségtérítéses hallgató lesz, hanem akkor hát vissza lehet oda kerülni egy év múlva egészen pontosan. De ami a tanárszakoknak még emellett nagy előnye, hogy ha én jól tanulok, akkor kaphatok tanulmányi ösztöndíjat, Emellett, ha netán szociális helyzete valakinek olyan, akkor azt is kaphat. Ha nagyon jól tanul, akár köztársasági ösztöndíjat is kaphat az már ö, egészen sok pénz, de egy tanárszakos hallgató minden mellett még pályázhat az úgynevezett Klebersberg ösztöndíjra is, ami csak tanárszakosoknak jár. Tehát se orvosnak, se jogásznak, se médiaszakemberek, se csak a tanárszakosnak. Mit jelent ez a Klebersberg képzési ösztöndíj? Ez azt jelenti, hogy ha valaki viszonylag legalább, a közepes szinten tanul, így mondanám, és bevállalja, hogy a végzés után legalább annyi ideig, mint amennyi a képzés ideje tartott, elhelyezkedik, valóban elhelyezkedik tanárként, akkor 25-50 vagy akár 75 ezer forintot kaphat havonta ösztöndíként. Mitől függ ez, hogy 25-50 vagy 70? Attól függ részben, hogy mennyire kúráns az a szaka, amit ő tanul. Tehát például egy matematika-fizika szakos tanár, az nyilván a 75 ezerre is pályázhat, hiszen azokban még a magyar tanárnál is nagyobb a hiány. De nem csak ez számít azért bele, hanem az is, hogy hova hajlandó az ember elmenni elhelyezkedés után. Ha valaki például a Nyírségbe, vagy Szabolcs-Szatmárba el akar hajlandó elmenni, netán még ilyen kúrrenc szakja van, mondjuk, mint, mint matematika, fizika, vagy akár testnevelés, hiszen ugye a testnevelés szakosból is kevés az utóbbi időben a tanár, mert bevezették a mindennapos testnevelést, akkor akár 75 ezer forintot is kaphat. Nyilván, csak a fővárosban hajlandó elhelyezkedni, hát az lehet, hogy ugyanezen a szakon csak 25 ezer, bár szerintem a matematika, fizikán még ott is valószínűleg az 50 belefér, de annyira pontosan én magam nem ismerem azért a szabályt, hogy pont melyik szakokhoz kötődik, de a saját egyetemünkön is sok száz ilyen hallgató van összességében már, aki a rendszerbe benne van, és kapja ezeket az ösztöndiakat, és minden évben ugye újak és újak lépnek be, pont jövő év január 14-én lesz az ünnepélyes átadás ezeknek a díjaknak, mivel minden évben részt veszek ezeken, tudom, hogy, hogy nagy számú hallgató kap, és utána meg is kapjuk ugye a névsort, tehát hogy nagy számú hallgató az. És uh, gyakorlatilag ez egy olyan ajándék, amivel élni kell, mert hát legrosszabb esetben, ha valaki mégse akar tanárként elhelyezkedni, akkor vissza kell fizetni az ösztöndíjat, de ugye mégsem kell felvenni ö, olyan hitelt, diákhitelt, amit egyébként, ha valakit a szülei nem tudnak támogatni, esetleg kénytelen a megélhetéséhez, az albérlethez vagy valamihez. Tehát ez egy tanárszakon, ö, a plusz, és ezek együtt is járnak. Tehát lehet valaki akár köztársasági ösztöndíjas, és 75 ezer forintos Klebersberg is kaphat, és az már gyakorlatilag majd több mint egy kezdő fizetés, tehát ezek azért ugye ez nettó összeg ez a 75, meg az 50, például. Tehát én azt gondolom, hogy már csak ezért is meg kell gondolni, hogy valaki tanárszakos legyen. Ráadásul ezzel nem örökre kötelezi el magát valaki, hogyha valaki rájön, hogy. Amikor elkerül egy iskolába, és azt mondja, hogy úristen, csak nem ezt a lovat akartam, akkor nincs egy, egy kényszerpályán, mert ki lehet azért lépni ebből. Tehát létezik olyan, hogy valaki meggondolja, nem akar tanár lenni, leadja a tanárszakját. Nyilván onnantól kezdve ez az ösztöndíjjal, azt nem tudom pontosan, annak utána kéne nézni, hogy akkor azt lehet, hogy vissza kell fizetni, ameddig kapta arra az időre. De nem jelenti ezt, hogy valaki tanárszakra jelentkezik, hogy csak és kizárólag azon végezhet. Tehát ha valaki rájön, hogy hát ő mentálisan nem bírja azt, hogy ott a gyerekek ott rosszalkodnak, vagy valaki, tehát hogy őt ettől ideg kap, hát akkor, akkor, nem kell, hogy az legyen. Viszont az tény, hogy ha valakinek ez a végzettsége megvan, akkor és csak akkor van jogosultsága elhelyezkedni iskolába, egy bölcsész diplomával, vagy egy sima diplomával tanítani, nem lehet csak ha autólag megszerzi valaki a tanári minősítést is, de tanári minősítéssel bármikor lehet mondjuk fizikusként is elhelyezkedni, hiszen ért ahhoz, csak ugye hát van még egy plusz képzése, a pedagógiai-pszichológiai képzés. Tehát azt gondolom, hogy egyrésztről, a, ahogy mondtam, a fiatalokkal való foglalkozás az fiatalon tart, másrészt a tanári pálya igen változatos is, hiszen nem az, hogy minden nap bemegy az ember a munkájára, és akkor ugyanazt az egy feladatot végzi. Nem, már egy napon belül is négy-ötféle órát tart. Tehát azért, hogy arra valamennyire rákészül az ember, oda bemegy egyszer a nem tudom én, a magyar uh, igeragokról tartó órát, következő órán már lehet, hogy irodalmi elemzés fog tartani József Attila két verséből. Tehát nem olyan, hogy most egy ilyen robot munka, hogy bemegyek egy helyre, mit tudom én a valamelyik bankba, és egész nap csak az ügyfeleknek kötöm le a pénzét, meg bontom fel a lekötött betéteket. Tehát az úgy gondolom, hogy sokkal lélekölőbb, ebbe azért mégiscsak sokkal, de sokkal nagyobb változatosság van. Tehát én, én, mindenkit merek, és tudok arra biztatni, hogy, hogy válassza ezt a pályát, mert mondom egyrésztről az összes jelen pillanatban a felsoktatásban rendelkezésre álló ösztöndi lehetőség között a legtöbb ösztöndíjat a tanárszakokon lehet megkapni még hozzá, nem is mondom, nem kell ilyen abszolút csúcs teljesítmény hozzá, ilyen jó, erős, közepes szintű teljesítményen is már ezeket lehet. Jó, tehát én tényleg biztatok mindenkit erre, hogy amikor végig gondolják, hogy mit jelöljenek meg elsőre, nyugodta nyugodtan jelöljenek meg egy tanárszakot, és természetesen tegyék ezt a Szegedi Egyetem tanárszakjaival, ez lesz a következő gondolat, amiről beszélünk, miért pont az ezt, éhet? hiszen Hát annyi, annyi tanárképző hely van Magyarországon, hát több oknál fogva is. Ugye ja, nagyon sok tanárképző hely van, de azért nagyon sok olyan van, amiket ugyan ma lehet, hogy egyetemnek hívnak, mondjuk alkalmazott kutatások egyetemének, de két évvel ezelőtt még főiskolának hívták őket. Ma ugyan egyetemi diplomát adnak papíron, de nyilván, hogy azért ott a, a, az oktatói állomány nem cserélődött le, csak a címtábla került, odaírták, hogy egyetem és nem, hogy főiskola. Én ezzel nem akarom bántani a főiskolákat, én nyilván nagyon színvonalas oktatás folyik, de azért egy egyetemen általában ennél magasabb. És ráadásul a Szeged Egyetem, hogyha ilyen rangsorokat olvasgatnak, akkor tudhatják, hogy a Szeged Egyetem hosszú évek óta a magyar egyetemek rangsorában is az első vagy második helyen áll, például a bölcsészkarok rangsorában, például a bölcsészkar az az első helyen áll már egy pár éve. De, de maga a Szegedi Tudományetem legalább az lt együtt mindig a legjobb két magyar egyetem között van ezeken a rangsorokon. És, és mondom ráadásul például a TTIK-nak a képzése is nagyon, nagyon erős, tehát nem véletlen, hogy az ST az az ország három kiemelt kutatóegyetemi kiválósági központjának is az egyike. Nagyon széles a szakkínálat, tehát nagyon sokféle szakot lehet. Tanulni, ez ugye a tanári szakoknál azért is érdekes, mert itt ugye szakpárba kell fölvenni, és nem mindegy, hogy mivel tudom párosítani. Lehet, hogy valakinek az egyik szakját, azt megtalálja egy kisebb intézményben is, de azzal a szakpárral, amit őt még igazán érkezik, lehet, hogy ott nincs olyan, mert ahhoz nincs ott tanszék mondjuk, míg itt jó eséllyel van. Tehát igen, széles a spektrum a tanárszakok ö, mm, lehetőségeinek is, vagy párosítási lehetőségeinek a tanári kollektívák is igen erősek, nagyon sok közöttük a minősített oktató. Ez is fontos. Tehát ugye lehet egy főiskolán is ellátni, vagy egy volt főiskolán ellátni ezeket a szakokat, de azért korán sem mindegy, hogy hány embernek van ebből doktori fokozata, még inkább hány habilitált, vagy esetleg MTA doktora fokozattal rendelkező oktató oktat. és bizony, hát azért ezeken a kisebb intézményekben ilyenből jóval kevesebb van. Uh, és ami a Szegedi Egyetem esetében még jó, hogy elég kevés az úgynevezett lejáró. Ugye régóta beszélnek erről, hogy, hogy internet professzorok, tehát hogy vannak olyan professzorok, akik megvesznek valamilyen intézmények drága pénzért, és akkor jönnek reggel, jön, megtartja az óráit, és este elmegy. Na hát az ilyen embereket ugye hétközben nagyon nehéz megtalálni, hogy konzultáljunk velük. Uh, itt a Szegedi Egyetemen eléggé sokan azért az, a, a, Szegeden laknak, és itt, itt uh, dolgoznak a hét minden napján, nem csak egy-egy napon vannak itt. És ami még a tanárképzés esetében a Szegedi Tudományi Egyetemben fontos, hogy nagyon erős a Szegedi Neveléstudományi Intézetnek a képzési kínálata és a képzési tartalmai. Például az intézet több évtizede már részt vesz a PISA felmérések készítésében, tehát részben akár a, a teszteknek az elkészítésében és ezeknek a különböző gépi és egyéb kiértékelésében, ezeknek a fejlesztésében. Tehát egészen világhírű, nagyon sok kapcsolatuk van más egyetemekkel a pedagógiai értékelés és mérés tekintetében, és ezt itt nagyon jól meg lehet tanulni hiszen az órák egy része az ugye azzal foglalkozik, hogy az osztályteremben hogy kezeljem ezt meg azt a problémát, egy része viszont ezzel a pedagógiai értékeléssel és méréssel, ami egyre erősebb irány a pedagógiában. Hát itt két képet látnak, ugye, hogy uh, ilyen különböző számítógépes kabinetek és termek állnak a rendelkezésére hallgatóknak, sőt úgynevezett szavazó uh, gépek, tehát hogy olyan, olyan, órákat lehet tartani, ahol a hallgatók részt tudnak venni ezekben az elektronikus szavazásokban, és ezek is színesítik az órákat. Uh, miért választam még az ezt t Hát ugye azért, mert hogy a Szegedi Egyetem úgynevezett univerzitás, ugye 12 kara van, ez azt jelenti, hogy nagyon széles a kínálat. Ugye csak a tanárképzés viszonylatában három kar dolgozik együtt, plusz még ott van az zeneművészeti kar, de azokat azért veszem külön, mert ugye ott egy szakos képzés folyik, tehát nem kell a szak mellé másikat választani. Nyilván valaki, ha trombita a tanár, akkor, akkor az a zongorához nem fog ugyanolyan szinten érteni. De Három kar, tehát a bölcsészkar, a természettudományi és informatikai kar, valamint a Juhász a pedagógus képző kar kínálatából össze lehet válogatni különböző szakokat. Tehát például a TTK szakokat nyilván a természettudományi karon, a bölcsész szakokat a bölcsészen is, a JGPK-n pedig bizonyos bölcsész szakokat és bizonyos olyan készségszakokat, mint az ének, zene, a testnevelés például, ilyen szakokat ott, ott lehet megtalálni. Tehát tényleg nagyon-nagyon sokféle képzése van az STN-nek. De emellett más karoknak az óráira is be lehet hallgatni. Tehát például a vendéghallgatóként az ember akár jogi ö, órákra is be, be tud járni. És vannak olyanok, a képzésben van, olyan lehetőség, hogy a minden képzésben jogszabály előírás, hogy 5%-át a megszerzendő kreditpontoknak, ilyen teljesítési pontoknak hallgatók szabadon választható tárgyakból teljesíthetik. Ilyenek elég nagy számban szerepelnek az egyetem kínálatában, akár a csillagászattól kezdve a bor turizmusig meg hasonlók. Tehát nagyon sokféle van, amit pont ez a sokféleség nyújt, hogy ennyiféle karból és, és intézetből áll a szegedet, mert erre is sokkal több lehetőség van, mint ahol van egy pedagógiai kar, és aztán körülbelül ennyi volt. Itt ugye nagyon sok egyéb kar is van. Nagyon fontos még az is a képzés szempontjából, hogy az egyetemnek itt ebben az épületében működik a Klebersberg könyvtár, és maga ez a József Attila tanulmányos Információs Központ, ugye, vagy rövidített nevén a TIK, ez, ez egy rendkívül nagy nyereség. Például a bölcsészeknek, ráadásul itt van egy, egy köpésre, hiszen 200 méter sincs a két épület között, de nincs messze a TTK-tól és a JGPK-tól sem, tehát akár egy luka órában át lehet jönni ide, hogy akkor az ember beüljön a könyvtárba, és ott böngészen valamit, vagy akár használja az információs központnak a munkaállomásait, tehát 350 ilyen munkaállomás van a különböző szinteken, tehát ott lehet interneten böngészni, vagy éppen valamilyen dolgozaton dolgozni. Tehát ez, ez, egy, ez, egy, igazán európai épület, tér, információs tér, ahol könyvekhez, számítógépes adatbázisokhoz, amik a tanulmányainkhoz mind-mind hozzá lehet jutni. Ez is egy igen nagy előnye a Szegedi Egyetemnek, hogy ez itt van egy ilyen centrális helyen, és nem kilométerekre az egyes karoktól. És hogy még miért az esztélyet válaszol, hát olyan, olyan praktikus szempontok is dönthetnek ebben, hogy mivel ugye kollégiumi férőhely az nagyon korlátozottan áll rendelkezésre, de ez így van mindenütt, akár az Eltén, akár a Debrecen Egyetemen, vagy Pécset, vagy Egerben. Szegeden lényegesen olcsóbb az albérlet, mint, mint Budapesten. Tehát itt, hogyha hárman, akár négyen összeállnak, ki tudnak úgy bérelni egy lakást, hogy gyakorlatilag nem nagyon fizetnek többet, mint egy kollégiumi helyért szemben Budapesttel, ahol hát az utóbbi időben ugye annyira fölmentek részben a lakás és részben az albérletárak, hogy az egy, az egy kész vagyon. Tehát az, az, nagyon nagy megterhelés a szülőknek, hogyha valaki ott kénytelen albérletet fizetni. Ha pedig ugye azt gondolják, hogy majd akkor veszünk egy lakást, és akkor azt majd később ezt megtehetik, de csak igazán gazdag embereknek tudom ajánlani, hiszen olyan hihetetlenül rágultak a lakására Budapesten, hogy már lassan Bécsel vetekszenek. Uh, emellett szeged egy nagyon emberléptékű és és jól lakható város. Tehát én magam például biciklivel jövök, új lakom, a tisza másik perc, ide 10 perc alatt beérek biciklivel. Tehát, hogyha itt nem kell fél órát elbuszozni, villamosozni, itt nem újítják fel a lepusztult metrót, és emiatt akkor metrópótlóval kell közlekedni. Itt fölül az ember a biciklire, és ha csak nem a város legszélén lakik, akkor 10-15 perc alatt a város nagy részéről ide be tud érni. Éppen emiatt, hogy nem olyan túldimenzionált a város, mint mondjuk Budapest, ezért a hallgatók sokkal kevésbé Atomizálódnak, tehát sokkal hamarabb tudnak egymással találkozni. Nem kell annyit gondolkozni, hogy jaj, akkor most bulizzunk egyet, mert hát lehet, hogy öt percre laknak egymástól, míg Pesten ez lehet, hogy egy másfél órás út, hogyha el akarnak menni egymáshoz. Ami még nagyon fontos, hogy igen, jók a Szeged Egyetem külföldi kapcsolatai, tehát rengeteg az ösztöndi lehetőség, például Erasmus, Erasmus Plus pályázatokban, vagy C-Plus pályázatokban. És éppen tegnap olvastam valami, Német szájton, hogy az Európai Unió növelni is akarja még, kb. háromszorosára akarja növelni a lehetőségét az Erasmus mobilitásnak. Hát itt eddig is elég könnyen lehetett, talán, mert nagyon sok a partnerintézményünk, de hogyha ezt még megnövelik, és még több pénzt adnak ezekre az ösztöndiakra, akkor gyakorlatilag, aki csak akar, az mind el fog tudni menni valamelyik fél évében külföldi tanulmányra, vagy akár egy, egy teljes évre is, hiszen már eddig is igen jók voltak ezek a lehetőségek. És utolsóként miért az esztélyet válaszom, mert rendkívül gazdag a városnak a kulturális kínálata, hiszen az ember nem csak tanulni jár ide, hanem a tanuláson kívül kocsmázik, most a kocsmázás pozitív értelemben véve, tehát nem azért, hogy lerészegedjen, de nagyon sok az olyan hely, ahol be lehet ülni, beszélgetni, köztük a Jatek klub, ami a baloldali képen látható, tehát az egyetemnek a ez nagyon híres klubja, vagy akár a gyönyörű szegedi színházba el lehet járni, mozi kínálatok vannak, egyebek, tehát ebből a szempontból rengeteg a kulturális program, például az őszi és a tavaszi kulturális fesztiválja magának az egyetemnek, egy ilyen vastag füzet szokott lenni, másfél hónapra elhúzódó naponta több, minden napra több kulturális programmal, filmvetítésektől kezdve a zenei előadásokig egyebekkel. Jó, ennyit remélem hogy ezzel egy ö, elég meggyőző képet adtam arra, hogy miért érdemes tényleg tanárnak ö, tanulni, és miért pont Szegeden ezt tenni. Röviden azért beszélnék a tanárképzés rendszeréről is, mert nem biztos, hogy mindenki eléggé tisztában van azzal, hogy hogy is működik ez. Ugye valaha, amikor, amikor én tanultam, akkor ez úgy volt, hogy voltunk két szakosok, mondjuk én magyar és német szakos voltam, és még melléje voltak pedagógiai stúdiumaink, és így lett akkor egy magyar-német tanári középiskolai tanári diplomám. Ez, ez nagyon sokáig így működött, hogy akkor ha az ember azt a pedagógiai blokkot is elvégezte, akkor lett neki tanári eh, diplomája. Egyébként pedig bölcsész diplomát adott volna ugyanez a képzés. Amikor 2006-tól bevezették a, a bolonyai képzést, akkor úgy lehetett csak tanárképzésre Jelentkezni, hogy először mindenki elvégezte a három éves alapképzést, ezt a BA vagy BSC képzést, és ezután lehetett mesterszakra jelentkezni, vagy egy bölcsész mesterszakra, mondjuk magyar uh, nyelv és irodalom mesterszakra, vagy magyar tanár és valamilyen egyéb mesterszakra. Ugye onnantól kezdve a tanári szakok mindig két szakosak voltak már, tehát nem lehetett, mint korábban, akár egy szakon is végezni. Ez a mi időnkben is lehetett, de volt egy szakasz, amikor lehetett mondjuk valaki csak történelmi tanár, uh, akkor már két és fél év tanári emára lehetett jelentkezni, ebből a fél év az egy iskolai gyakorlatot, egy úgynevezett egybefüggő iskolai gyakorlat, amit az iskolában tölt el a hallgató, hogy szokja azt a közeget, lássa, hogy hogy zajlanak ott az órák, az órák közti megbeszélések a tanároknak, a, a kisebb iskolai ünnepségek, mindegy, ami csak egy iskolában előfordulhat, erre volt az a fél év iskolai gyakorlat. Ennek a képzésnek egy kicsit hátránya volt az, hogy mivel a BA képzés a 180 kreditet tartalmazott, de ebből egyik szakján 120-at kellett hallgatónak megszereznie még a másikon. Ha egyáltalán tanári úgynevezett minor képzést választott, akkor 50-et. Ezt a későbbi képzés nem tudta egészen kiegyensúlyozni, mert a, a tanári emmában ott mindegyik szakján 40-40 kreditet kellett szerezni, meg 40 pedagógiai kreditet. Ez azt jelentette, hogy valakinek az egyik szakján volt 160 kreditje, a másikon pedig óhatatlanul csak 90. Tehát igazából bár kétszakos tanárnak minősültek, az egyik szakjukon mindig gyöngébek voltak. És mivel erre elég hamar rájöttek, hogy ez így nem túl szerencsés, ezért kigondolták, 2010-es évek elején kezdett élelődni ez a gondolat, hogy nem, akkor álljunk vissza a tanárképzésben arra, hogy mindjárt a jelentkezéskor tanárnak kell jelentkezni valakinek, ugye, tehát az érettségi után, vagy hát egy-két évvel az érettségi után ki mikor jelentkezik, és kezdettől fogva két azonos kreditmennyiségű szakon kell tanulni, plusz még a, a tanári. Kreditek, tehát a pedagógiai pszichológiai kreditek, és ö, nem is egy fél, hanem egy teljes év gyakorlat csatlakozik ezekhez. Tehát egyrészt a nagyon fontos, hogy az osztatlan tanárképzés szakjai csak kötelezően szakpárban választhatok. Ez egy picit megnehezíti a jelentkezést egyébként, mert nagyon sok olyan jelentkezővel találkoztam már aki az egyik szakjában biztos, de nem tudja igazából, hogy mi legyen a másik, hogy mit válasszak mellé. De azt tudom mondani, hogy hát válasszák mellé azt, ami, ami, úgy gondolják, hogy a szívükhöz legközelebb áll, amit a legjobban tudnak, ami a legjobban érdekli önöket, még amellett a szak mellett. De itt is az áll, hogy mint ahogy azt mondtam, hogy aki tanár szakra jön, nem kőbevésett, hogy, hogy, ott is kell végeznie. Ha valaki bejön magyar szakra és rájön közben, hogy ő magyar ének szeretne lenni, arra is van mód, hogy valaki például az első év végéig leadja ezt a szakját, és akkor a másik kreditjeivel megy tovább, itt pedig azt a részét újra Tehát van lehetőség egyszer, van lehetőség szakváltásra is. Tehát ö, nem egy olyan zsákutca ez, hogy most 18 éves koromban meg kell hozni a döntést, és akkor én nem tudom, én csak magyar történet, vagy csak matematika, fizika szakos tanár akarok, vagy lehetek. Nem, lehet, hogy, hogy a fizika mellé később valaki a, a földrajz tanárt szeretné választani, mert rájön, hogy az érdekesebb, mert ott is van egy csomó fizika, a légköri jelenségektől kezdve minden, és akkor azt választja, és er, erre, van, van mód teljesen szabályzati keretek között, tehát nem kell hozzá, nem tudom, mennyi utánjárás, ez, ez lehetővé van téve. Kétségtelen, hogy nagyon nagy a szakok variációs lehetősége is. Nem minden szakpárt kínálunk egyébként, tehát nagyon sokat kínálunk. Ez a szakokat egyébként a felvételi tájékoztató majd, ha megjelenik, akkor a tanárképző központ részén elkeressék. Ez nem minden egyetemnél van így, van, ahol a karoknál kell keresni, nálunk és az eltén a tanárképző központnál kell keresni. Vannak ugyanolyan szakok, amit a karoknál kell, de azok úgynevezett rövid ciklusú szakok, de mivel itt leginkább csak fiatalokat látok, az ország önökre nem érő, és a rövid ciklusú szakok korábbi diplomák után felvehető szakok. Például lehet, hogy valaki tanítói diplomával rendelkezik, de szeretne tanár lenni, annak négy vagy öt fél év attól függően, hogy általános iskolai vagy középiskolai tanár lenni, ilyen kiegészítő képzés keretében módja van ezt, ezt megtenni. Na, ezeket a szakokat azt a, azt a karokon, például a Juhász Gyula pedagógus képzőkaron, vagy a bölcsészkaron találják, de azokat, amik így a 18-19 éves korosztálynak vannak számva, azokat a tanárképzőközpontnál fogják megtalálni. Nézzék meg alaposan, mert nagyon sok szak van, tehát hogy nehogy az a a szemük elsiklik valami fölött. Ha valamit nem találnak, inkább telefonáljanak a tanárképzőközpontból, a munkatársnőm folyamatosan ott van, és akkor tud rá válaszolni. Hogy igen, lehet, hogy pont az a szak nincsen. Az azért nincs egyébként, mert az elején szinte minden szakpárt meghirdettünk, 300 valány szakpárunk volt, de értelemszerűen ezeknek egy részére nincs jelentkező, vagy csak egy. Na most egy főnek meg nem érdemes képzést tartani, mert többbe kerül a tanár hozzá, mint adnak az egy embernek a kiképzését. Hát az, hogy egy embernek tartunk órát, azért az egy kicsit luxus, és ezért egy idő után azokat a a szakokat indítottuk inkább, amelyekre rendszeresen mindig visszatérően van azért valami komolyabb jelentkezői. Egyszerűen ennek nem kell 15-20 főnek lenni egyébként, hogy már némelyik szakon az a 3-4 fő is azt jelenti, hiszen azért a másik szakján lehet, hogy össze lehet ültetni. Tehát lehet, hogy mondjuk Magyar énekszakosból kevés van, de énekszakosból is, meg magyar szakosból is van, sok csak lehet, hogy az angolal, meg a történelmel van a magyar kombinálva. Tehát ezek így végig vannak gondolva, de így is rendkívül hosszú az a lista, tehát jól nézzék meg. Arra figyeljenek, hogy ö, úgy van ez, hogy amelyik ö, szak, a szakpár szerint, tehát lehet, hogy, hogy valaki a magyar angol szakpárt keresi, de azt nem találja meg, hanem angol magyart fog találni mert hogy ABC-be indul az egész, és akkor úgy, úgy lesznek fel is. Tehát ezért kell jól megnézni, akár rákeresni a Ctrl F-fel az interneten, hogy akkor angol, és akkor meglátjuk, hogy hol adja ki, milyen szakokkal adja ki az angolt, hogy angol történelem, csak mindig úgy van, hogy az szerint vannak csoportosítva, hogy melyik áll előbb az ABC-be. Tehát egy angol történelem az az angol lesz, és a földrajz történelmi is ott lesz, és ennek van még egy olyan következménye, az, az, az ugye a földrajzán lesz, de mondjuk például, hát most itt nem tudom, hogy a történelmnél hol tudna az elő lenni, lehet, hogy kevés helyen, de azt hiszem, hogy van azért olyan szak. Lényeg, hogy ha valaki ilyen két különböző karhoz tartozó szakot választ, tehát mondjuk földrajz történelem, akkor az szerint lesz az anyakara a TTIK, a BTK, vagy egyéb, egyébként, hogy melyik szakja áll elől abba a listába. Tehát, hogyha valaki mondjuk angol fizika szakos, akkor ő a bölcsészkarnak a hallgatója lesz, és a másik karon lesz a másik szakja, de ha földrajz történem, akkor a TTIK hallgatója lesz, jó lehet az egyik szakja a bölcsész, de mivel az F előrébb van az ABC-ben, ezért oda fog beiratkozni a TTIK-ra. Ami a tanárképzés rendszerét illeti, úgy működik, hogy ugye vagy öt, vagy 6 éves a képzés, attól függően, hogy általános iskolai tanári címet szeretne valaki, vagy középiskolai tanári címet azaz 4 plusz 1 és 5 plusz 1 fél éves képzések vannak, az a plusz 1 év az mindig ez az egy évessé vált közoktatási gyakorlatot jelenti. A még olyan is lehet, hogy valakinek az egyik szakja én a másik olyan. Mondhatnám, én nem választ olyat, hogy az egyiken is ilyet, olyat meg a másikon is. Ez azért van, mert vannak olyan szakok, amiből vagy csak 4 plusz 1 éves képzés vagy csak 5 plusz 1 éves. Tehát mondjuk egy francia tanár szak, az csak 5 plusz 1 éves tud lenni, még mondjuk az ének, zen az meg csak 4 éves. És ezért, ha valaki ének francia szakos lenni, lennek, az egyiken rövidebb a képzés ide a másikon hosszabb, mert ezekből csak, csak így létezik. Az igazán nagy szakokból mondjuk, mint mondjuk egy magyar, egy történelem, egy matematika, azokból mind a két verzió létezik, de van úgy, hogy ez ilyen kombinált lesz, és ezért lehet ez az utolsó, ez a 11 fél éves képzés, hogy olyan is lehet, hogy valaki, ha optimálisan csinálja végig a, a tanítmányt, akkor 11 fél év alatt kell, hogy végezzen. Az, hogy valaki a 4 plusz 1 vagy az 5 plusz 1-es képzésben vesz -e részt, az, ha tud választani, mert mondom, van, ahol nem tud, mert csak az egyik fajta létezik, hát akkor ott alapból azt az ágat végzi. De ahol van választási lehetőség, ott a harmadik év után a hallgatóknak választaniuk kell. Ez attól is függ, hogy megszerzik -e addigra a megfelelő krediteknek a jelentős részét, de formálisan a harmadik év tavaszán nyilatkoztatjuk a hallgatókat, hogyha ha meg lesz legalább 150 kreditjük az egyébként előírt 180-ból, akkor melyik ágon szeretnének tovább menni középiskolai tanárok akarnak lenni, vagy általános iskolai tanárok akarnak lenni. Tehát ez fontos. Azt kell mondjam, hogy, az, hogy a hallgatók túlnyomó többsége a hosszabbik verziót választja, hiszen ugye egy középiskolai tanári diplomával mindig el lehet eszkedni általános iskolában, de egy általános iskolai tanári diplomával például nem lehet érettségiztetni. Tehát lehet, hogy valamilyen módon dolgozhat is akár az iskolákban, mert tanárhiány van. Lehet, hogy fölveszik egy középiskolába, de nem érettségizthet. Tehát egy teljes joggal csak a, a középiskolai tanári diplomával létezhet ott, kivéve, ha például ének zene szakos, mert abba a 4 plusz 1-es diploma az jogosítja, mondjuk a, vagy a technika szakost is jogosítja egy középiskolában való oktatásra. Tehát ez, ez tudni kell, hogy a három éves alapozó szakasz után van egy Elágaz, és akkor vagy egy évig, vagy még két évig tanul az illető azon a szakon, és utána csinálja ezt az egyéves gyakorlatot. A különböző gyakorlatok vannak, most csak így röviden mondom, van egy úgynevezett közösségi pedagógiai gyakorlat, az inkább az iskolákban ilyen különböző aktivitásokban való részvétel, iskolai ünnepségekbe, hogy belelássanak, egy kicsit elvigyék a diákokat a moziba, utána kicsit beszéljenek erről velük. Ez egy viszonylag könnyű, könnyen teljesíthető gyakorlat, egy, egy bizonyos kurzus keretében van ez. A csoportos tanítási gyakorlat, az már élesebb dolog, az, az amikor mentor tanár vagy szakvezető tanár irányításával ott vannak az iskolában, és minden órájukat végignézi a mentortanár, és utána mondja, hogy ez itt jó volt, az ott kevésbé, ez itt kellene változtatni, ott kellene legyen határozott, a best azt csinált. Ez egy 15 órás tanítás, előtte úgynevezett hospitálás van, tehát amikor csak figyelgetik azt, hogy hogy tanít a tanár, meg azt magát az osztályt, hogy ki hogy viselkedik, milyen képességű, és utána van 15 tanóra mind a két szakom. És ez után jön, ha már ez is megvan valakinek, és minden egyéb kreditet teljesített, akkor van az úgynevezett egyéves összefüggő egyéniskolai gyakorlat, amikor már hallgatók, akkor az egyetemen már nincs is nagyon óráig, csak úgynevezett kísérő szemináriumok ehhez a, ehhez a tanítási gyakorlathoz. És, és ott az iskolában vannak ilyenkor délután is különböző rendezvényeken, ott is kell órát tartani valamennyit, kell hospitálni, kell különböző egyéb feladatokat elvégezni. De, és itt megint arra hívom fel a figyelmet, hogy tényleg miért is jó ez a, ez a tanári pálya, nyilván pont azért is, hogy csábítóbb legyen, ugye egy kicsit olyan igazságtalannak tűnik, hogy hát egy tanárnak hat évig kell tanulnia, ugye, vagy öt évig, hogyha általános iskolai tanár régen erre elég volt, négy év főiskola és öt év az egyetemen, miért kell most egy évvel tovább? Ezért idén, nem tudom, hogy jövőre is így lesz, de nagyon remélem, idén bevezett a kormányzat azt, hogy azok, akik ezen a gyakorlaton részt vesznek, havi nettó 82.800 forintos díjazást kapnak, tehát nem egészen ilyen munka ez is ingyen munka, mert ahhoz képest, hogy nagyon azért annyira sok órájuk nincsen, tehát ez nem ilyen napi 8 órás elfoglaltságot jelent azért, ahhoz képest egy viszonylag tisztes nettó összeget kell, ezért, ezért, sokan, akik ilyen kuli munkát végeznek, egész nap 8 órába robotolnak ezért a pénzért. És még, ami fontos, hogy vannak olyan kezdeményezések. Mi már magunk is kértük főigazgatók, és remélem egyszer a kormányzat is így dönt. Lehetséges, hogy bele fog ez számítani ez az egy év abba a két éves úgynevezett gyakornoki időben, mielőtt az ember a pedagógus egy kategóriába be tud lépni. Ugye a jelen pillanatban a két gyakornoki év van még a végzett tanároknak is, de, de, úgy láttam, hogy van fogadókészség a kormányzat részéről arra, hogy, hogy ezt az egy évet ebbe be tudják. Lehet, hogy akkor persze nem lesz hozzá ez a díjazás, ezt nem tudom, de akkor meg azzal lerövidíthető a gyakornoki idő egy, a felére. Tehát ezt még nem tudom. Az biztos, hogy jelen pillanatban akik ezen részt vesznek, azok kapják ezt a, ezt a pénzt, ami hát azért egy fél évre, ugye ezt öt hónapon keresztül kapják az egy fél évben 400 ezer forint. Uh, jó, a felvételi jelentkezésről röviden annyit, ezt már nagyjából el is mondtam, hogy ugye a tanárképzőközpont neve alatt jelennek meg a szakpárok, ott keressék őket, jó, alaposan nézzék át. Az, hogy kinek mi lesz az anyag, azt, hogy mondtam, attól függ, hogy melyik szakja van elől, és, és uh, Hát így. Annyit még, hogy van egy úgynevezett alkalmassági vizsga a pedagógus pályára, egy ideje csak úgy lehet belépni, mióta az osztatlan tanárképzésbe bevezették, hogy van egy tanári alkalmassági vizsga. Ez senkit ne tántorítson el, ez nem egy ilyen komoly vizsga. Itt igazából egy ilyen felvételi elbeszélgetésféle folyik egyfajta ilyen motivációnak a, 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 tesztelése nagyjából, tehát hogy megkérdezik, hogy miért is szeretne tanár lenni, mi az, ami, ami vonzóvá teszi magának ezt a pályát. Ez alatt azt figyelik, hogy mennyire beszédhibás például valaki. Nyilvánvalóan, hogyha valaki rendkívül erősen dadog, akkor ne legyen tanár, mert ki fogják röhögni. A gyerekek gonoszak tudnak lenni, tehát hiába ez egy betegség, ettől a ez az, az, nem lesz abból jó. Volt ilyen eset, nem mióta ez a képzés van meg, amit mondjuk ilyen főigazgató vagyok, de emlékszem, egy ilyen 15-20 évvel ezelőtt volt egy eset, az a Juhász Gyula, akkor még nem pedagógus karnak hívták, hanem főiskolai karon volt valamilyen, hogy ott ugye csak tanárokat képeztek, és valakiről negyed éven a gyakorló tanítás között rendkívül erősen dadog. Olyannyira, hogy aztán persze közbotrány lett belőle az RTL klubtól kezdve mindenki foglalkozott vele, és hát az lett a vége, hogy hogy akkor hát kapjon bölcsész diplomát, tehát hogy valahogy vegye át a bölcsészkar, és akkor ne tanár legyen belőle, mert ilyen, szintű dadogással nyilván nem lett tanár. Na hát ez erre való, hogy ha véletlen valaki így dadogna, azt az így csak készre lehet venni. Nyilván, ha valaki hát pszichésen beteg, mondjuk depresszióra hajlamos, ezt azért sokkal nehezebb észrevenni. Tehát azt nem mondom, hogy aki ott alkalmassá van minősítve, az biztos, hogy mind tökéletesen alkalmas tanárnak, csak bizony tudunk ebbe. Inkább, bár alkalmassági vizsgának hívjuk, azt gondolom, hogy inkább arra való, hogy az, az alkalmatlanok, az a tökéletesen alkalmatlanokat, azt még időbe szűrjük ki. De, de hát... Ö ugye ez is a depresszió is olyan. érhet valakit, tehát lehet, hogy semmi baja ezen a vizsgán, de két év múlva egy olyan szerelmi csalódás éri, amitől depressziós lesz, és amitől esetleg nehezen szabadul évekig depressziós lesz, de ezzel nem lehet mit kezdeni. Tehát az, soha senkiről nem lehet kijelenteni, hogy erre a pályára ő tökéletesen alkalmas, hiszen hát lehet, hogy valaki adott esetben mesterlövész lehet a hadseregben, de egyszer kiüti az ága szemét, a jobb szemét, akkor nem fog tudni mesterlövész lenni. Tehát euh, mindig lehetnek olyan helyzetek, ami, ami alkalmatlaná valakit a későbbiekben. Tehát ez igazából egy ilyen motivációs beszélgetés, úgyhogy ettől ne féljenek. Még egy olyan van, de ez egyébként rajta van a honlapunkon, tehát aki, aki majd ide jelentkezik, és remélem minél többen lesznek, azok majd nézzék meg a tanárképzőközpont honlapját. Azon vannak bizonyos ilyen szituációk, ilyen YouTube-ról megnézhető szituációk, meg hasonlók, hogy azok kapcsán mi kérdezgetünk, hogy ebben a helyzetben hogy viselked. Ez egy nagyon jó pofa dolog, és ott azok közül kell egyet választani, de nem, tehát nem úgy van, hogy valaki ilyen abszolút váratlanul ér, hogy most mit kérdeznek, azokra föl lehet készülni, csak úgy végig kell ezeket mind gondolni, és azt hát ezt nézik, hogy ki hogy reagál ezekre, és mennyire slágfertig módon tud mondjuk válaszolni, vagy egyebek. Ugye itt a tanárképzőközpont honlapja, és ott látják, itt van a felvétel, Rész. ez az, ami önökre leginkább vonatkozik. Ide majd föl fogok tenni egy ilyen iránytű tanárszakra felvételizőknek ilyen PPT-t, vagy PPTX-et a közeljövőben, ahol például a felvételi pontszámítás rendszeréről is írok meg ilyeneket, azt is érdemes majd esetleg átnézni, az is segíthet a jelentkezésnél, és azt a kisfilmet is érdemes elindítani, nagyon kedves kisfilm arról, hogy miért érdemes szegeden tanárnak tanulni. Úgyhogy azt is ö, megnézhetik. Jó, én a magam részéről befejeztem. Természetesen örömmel válaszolok a kérdéseikre. Ugye hát a felvételi felvi.hu-n igazából csak egy kattintás, hogy ki mit jelöl be, és mit jelöl be első helyes jelentkezésként. Én azt kérem, hogy nyugodtan, és biztatnék erre mindenkit, ha, hogy a Szegedi Tudományetem tanár szakjait kattintsa be, hát kattanjanak ránk, köszönöm a figyelmüket, és hogyha kérdésük van, szívesen válaszolok. Felvettek! Indulok! Úton vagyok! Megérkeztem! tényleg egy ilyen egy óriási nagy családi közösség. Nehéz jó tanárnak lenni, viszont hogyha az ember jó tanár, akkor az nagyon kifizetődő tud lenni. Tanár egy nagyon összetett figura. Először is a gyereknek van, milyen példakép, támasz, és egyben ugye nevel is. Nekem ez a kihívás. Kulcsára vagyok, negyedéves hallgató, biológia földrajz szakon. az Zoltán vagyok, negyedéves biológia-kémia szakos tanár hallgató. Balogra vagyok, negyedéves hallgató, magyar média szakon. Nagyon gyakorlatias. Ez a képzés nem csak a száraz tényanyagot tanuljuk, hanem tényleg azt tanuljuk, hogy hogyan tanítsunk tanárszakosoknak van egy ösztöndíj rendszer, ha valaki jó tanuló és megigényli ezeket az ösztöndíjakat, akkor vígan el tud belőle élni. Tehát olyan tanulók is felsőoktatásban részt vehetnek, akik egyébként anyagilag nem tehetnék meg. A városnak szerves része lett az egyetem. Tehát minden, ami a várossal kapcsolatos, kapcsolatos az egyetemmel is. Én nagyon szeretem Szegedet, mert van egy ilyen dobogása, egy ilyen lendület az egész városnak, megérkeznek az egyetemisták, és így Itt Itthon vagyok. Itthon vagyok. Itthon vagyok.